Jó napot, kedves nézőközönség! Ismét itt vagyunk, Kurcán vezér és Ufa, Ufa pedig hát nem más, mint a jövendőbeli nagy-nagy Magna Hungária. A Magna magában is nagyot jelent. Magja! És hát, igen, csak van egy apró gondunk, ami miatt ellen kell most állnunk mindenféle kísértésnek, legyen szó akár fesztiváltartásáról, akár vadászatról, akár zarándoklatról, akár pedig egy normális hódító háborúról, az, hogy elértük a domain limitet. Ez azt jelenti, hogy négyből, ami lehetséges, négy birtokunk van. Amúgy ennyi se lehetne, ha nem lennénk magyarok, hanem csak három. És hát ez azt jelenti, hogy effektívan nem tudnánk több birtokot igazgatni így egy személyben, hanem csak úgy, hogyha más törzsfőket is bevonunk az igazgatásba, csak hát ugye magunkkal kell őket rendelni, ahhoz, amihez nekünk pedig nagyobb rangra van szükség. Konkrétan itt a Baskír hercegségnek kell lenni, nem a hercegének, mert ugye nem vagyunk ilyen feudálisak, hanem a fő-fő törzsfőjének. Viszont az, hogy ezt létrehozhassuk, az 125 aranyra szükségünk van. Ez a 125 arany szerencsére a szomszédos államokban rendelkezésre áll, már csak osztogatnunk kell és meg kell tőlük szerezni. A menetelmszok kicsit megújultak valamiért a játékban. Az a lényeg, hogy most már eleve van valamennyi, szóval nem kell őket felállítani külön, hanem vannak. És kész. Külön-külön nem tudom felemelni őket, csak így együtt. Na mindegy, a rendes hadseregünket felemeljük, mint fosztogatókat, mi fogjuk vezetni. És fosztogatni fogunk vele, ki nem találjátok. 6-ból 5 bajnokunk elérhető. Emeljük fel hozzá ezt is. Valószínű ez úgy többe kerül, nem? Igen, és prestízsből tartjuk őket fent. Az mondjuk jobb, mint hogyha aranyból tartanánk fenn, na jól van. Úgy nézem, hogy benne vannak, mert vannak hajítógépeink. Akkor kiket éri meg fosztogatni? Jálmátot megéri. Belobejt nem fosztogathatjuk, azt hiszem, mert velük békénk van. Uraltaút nem éri meg, mindenhol nulla arany. Voguliát nem éri meg, Tyumenyt nem éri meg, Pelimet nem éri meg, Kondát megéri, érdekes módon. Oszvát nem éri meg, Kaziumot megéri, Odát nem éri meg. Ja. Pernek nem megyünk neki, az túl nagy. Dúlónak sem megyünk neki, az is túl nagy. Csuvasiát megérheti. Csuvasiának hány embere van? 1647, velük szemben túlerőben vagyunk. Dúlónak amúgy annyi van, mint nekünk nagyjából. Na mindegy, nem kockáztatunk szerintem. Jól van. Akkor kezdjük Jálmattal, és utána átmegyünk gyorsan Csuvasiába. Vagy Csuvasföldre, talán egy magyarosabb. És hol folytassuk? Nézzük csak. Atkara, Voronej, vagy pedig Mordvinföld. Riazany. A Riazanynek mondjuk kicsit sok embere van, de nem baj, igazából kedvem lenne őket kitogatni. Kernyigov és Perejaszláv, őket is kifosztogathatnánk, lennének ortodox fogjaink, áttérhetnénk valami emberibb vallásra. No, minden esetre egyelőre irány Jálmát. Meglátjuk, hogy fogy útközben a hadseregünk.
Valószínű, hogy azért pár embert el fogunk veszteni. Viszont amit még akartam, az udvarban egy-két dolgot rendbe teszünk. Először is nézzünk magunknak egy ágyast. Nincs egy választék, ez az özlem van. Utál minket, de legalább rendkívül elegáns képe van, és nem ért semmihez. Szóval egynek pontosan meg fogja tenni. Amúgy három lehet belőlük, illetve hát ugye egy feleség. Aztán, amit még rendbe akartunk tenni, az, hogy a Noid Link, ez az Ádárn, még mindig nem szeret minket eléggé, barátkozzunk össze vele. Azért lesz jó vele összebarátkoznunk, mert egyfelől a Kunkánnal amúgy se tudunk nagyon, mert a sokkal kisebb a százalékos esélyünk, másfelől meg amúgy is azért valakivel nem árt lennünk a udvarban. És nézzünk neki egy feleséget is, már csak azért is, mert rajtunk kívül ő az egyetlen magyar és igazi türénszarvas hívő. Van ez az Oxenia, ő neki van ez az Amazonian rökletes trétje, tulajdonsága. És van ez az Olota, neki van ez a robosztus tulajdonsága, ami hasonló, mint az Amazonian, csak az Amazonian azt jelenti, hogy ez a család nőtagjai között öröklődik. Szóval a nőtagok lesznek erősek. A robosztusnál meg mind a két nem. Volt ez objektíven szerintem jobb. Sok boldogságot nektek, szaporodjatok és sokasodjatok. Frigyetekből sok-sok erős magyar vitéz szülessen a birodalom számára. Kb. Ennyi. Ja, meg a marsallunkat elküldjük Halovatba, hogy ott növelje a közrendet, mert ott nagyon alacsony volt tényleg a közrend, és az már gáz. Jól van, akkor csapassuk. Ezt az embert nem öljük meg még mindig, mert nagyon kicsi a sikeresélye. Menetelünk, mind a spártaiak. Csak gondolom több ruhába, mert januárban és az Urál vidéken vagyunk. Kifosztjuk Jalmatot. Kiposztottuk Jalmatot. Siker. Bár Tusz nem ejtettünk valamiért, ennek nem örülök annyira. Akkor átmegyünk... Sar-Atau-ban. Irány Sar-Atau. Ami Medvedicsa mellett van. Ja, átmegyünk akkor Csuvasiába. Csuvas földet megbüntetjük, akármit is tettek, azért meg fognak büntődni. Gyorsan átvágunk Dulón. Dulóiak megértik, hogy nem őket akarom bántani, remélem. És siker. Tűz és vér. Jó, kicsit összebalhéztunk, ahogy néztem a csuvasiai főtörzsfővel. Feleségét közben elfogtuk, az tök jó. Tudunk érte kérni váltságdíjat? Tudunk. Akkor először is kérjük el azt. 50-et el tudunk kérni érte, tök jó. És akkor Uvek. Szóval az a kérdés, hogy Sar-Atau-ból elvegyünk-e mindent, amit tudunk, hogy legyünk valamennyire tekintettel ennek az Uveknek az érdekeire. Vegyünk el mindent, és akkor ez a Sar-Atau nagyon-nagyon rosszul fog járni, de 30-tal több barinyat szerzünk, plusz 75 presztist, vagy pedig ne vegyünk el mindent. Amúgy, hogyha elveszünk mindent, akkor 20 éven át tartó kárt okozunk ennek a kánnak, de hát úgy hiszem, hogy megéri. Ha kegyelmeznénk, akkor 100 pietit szereznénk, de hát tehát ez nem az a rándoklat, ez a fosztogatás, szóval nyilvánvaló volt, hogy fosztogatunk. Nos, következő úti célunk ezt a Medrovieből ezt a hármat fosztogassuk szépen el. Hm,
Mondjuk nem biztos, hogy megéri az időt ilyen kevés aranyért gürizni. Ez ilyen három arany, nem tudom mi lehet, elkapjuk a helyi rénszarvasvadászokat, ellopjuk tőlük az összes bundát. Na mindegy. Következő célpontunk. Nyugat-Mordvinában van egy gazdagabb rész. Vagy pedig menjünk Vorone irányába. Mordvinia túl erős, úgyhogy Vorone irányába megyünk. Atkaria nem túl erős. Nézzük meg akkor Atkariát. Ja, akkor menjünk át az Atkariai fővárosba. Jó, az Atkariaiak meg akarnak velünk ütközni. Kis agresszívak. Amondó vagyok, hogy nem futunk el. Hét napon belül odaérnek. El tudunk menni? Hány napon belül érünk ide? 8 napon belül ide. 14 nap ide. 10 nap ide. 10 nap. Akkor maradunk, ahol vagyunk. Jó, itt az ideje vért ontanunk, úgy hiszem. Picit lassabban nézzük. Fogynak. Az egyik bajnokunk megsebesítette az egyik emberüket, a másik bajnokunk megsebesítette ugyanazt az emberüket, és az egyik bajnokunk meg is csonkította ugyanazt az emberüket. Nagyszerű. Nagyszerű. És győztünk, és akkor tovább is állhatunk. Furcsa emberek ezek az utkariaiak, mert miután már kifosztottam a fővárosokat, még házhoz jöttek még egy pofonért. Jól mondom, hogy ne legyünk telhetetlenek, van itt a hadseregünknél, ha minden igaz. 93 arany, otthon 112, ennyi bőven elég lesz. Akkor szépen hazasétálunk. Nem megyünk át a kazárokon, ne legyünk szemetek. Ja, a kunokon se. Hadd pontosítsak. És örülünk magunknak. Felkelnek a parasztok, nem baj, mindjárt otthon vagyunk, ne aggódjatok. Udvari orvosnak kinevezzük ezt a kutesket, már csak azért is, mert ilyen nagyon-nagyon művelt. Majdnem azt mondtam, hogy 18 az IQ, de az IQ-ban nagyon kevés lenne. 18 a műveltsége, kinevezzük. Ez utál minket, de hát ki nem. Ja, van ez a börtönünkben ez az ember. Tárgyalunk vele, hogyha áttér, felvesszük. No, folytatódjon. Na már csuvasiai hadsereg is nekünk ugrott volna. Össze-vissza vonulnak a paraszt felkelőink szerencsére. Ben itt mi van? Tanács, nem vagyunk házasok továbbra se, mármint a karakter, nem az, én személy szerint az vagyok. Na majd nézzünk Kurszánnak valami nagyon jó feleséget. Ez be itt mi történt? A murtag miért nem tudja folytatni a munkáját?
amúrtag mész vissza rendet csinálni. Hihetetlen ez az amúrtag. Mindjárt hazaér Kurszán és rendet vág köztetek. Hazaért a pénz is, letettük, presztízs is. Jó, itt nem tudják eldönteni, hogy harcoljanak-e vagy ne harcoljanak. Parasztjaink hadvezetése még lehetne jobb a jelek szerint. Győztes csata, nem nagy meglepetés. Eddig sikerrel jártunk. Nézzük, hogy mennyivel lesz tehetségesebb a nagyobbik parasztfelkelő hadsereg. Már nem ismernek támadni, nem baj. Hiába maradnak az erdőbe, ott utánuk megyünk. És csetepaté. Jó, és győztünk. Elfogtuk ezt a szemétládát. Egész jó hadvezér, szóval... Nem tudom. Valaki fizet érte? Nem fizet érte senki. És ha kivégezzük... Jó, tekintve, hogy bűnöző, ezért senki se fog miatta haragudni. Az a helyzet, hogy 17-es a Marshall trétje. Hogyha megnézzük a udvartartásunkat, igazából nagyon kevesen vannak, akik ilyen jók ebben. Szerintem a proofsot nézve se annyira jók az embereink. Szóval lehet, hogy jobban járunk, hogyha követeljük, hogy térjen át. Nem, nem ez. És akkor felveszük az udvarba. Ja, közben leszereljük a seregünket. És ennyi. Hát ilyen mindenféle dolgokat tudnánk csinálni, most viszont elsőnek megalapítjuk a kis hercegségünket. Sikeres fosztogató hadjáratunk végén. Nagyszerű. Nézzünk ez egy megfelelő fejfedőt, jó? Kurszán mindjárt kapsz új tökfedőt, ne aggódj. Rangodhoz méltót. Ha ez lenne az alapértelmezett. Köszönjük, de ezt inkább nem. Meg megtartjuk az udvari balonnak, mihá is találunk rá alkalmas jelöltet. Azt hiszem, ilyen nagyon nagy törzsfőként már valamit akarok hordani a fejemen, de... Nehéz eldönteni, hogy mit. Jobbnál jobbak. Ja, ez szerintem jó lesz. Legyen ez. Oké. Param. No, és akkor szerintem maradt még ugye 82 aranyunk. Abból... hadseregünket szerintem megvárjuk, amíg rendbe jön. Mert ugye most nem vagyunk annyira übererősek, 1831 emberünk van, kicsit lemorzsolódtunk ilyen nagy harcokba. Legi Jalmatot tudnánk megtámadni. Belobeljel még tartott is szünetünk? Nem is tart Belobeljel a tűzszünetünk.
És a tűzszünetünk mégis tart ezek szerint. Akkor nálunk ezt miért nem jelöli? Nálunk jelöli legalább. Jelöli. Ja, még 3 év. Akkor Jalmatot tudnánk megtámadni, ahhoz van elég erőnk. Uraltauhoz most nincsen. Többé meg messze van nyilván. Akkor Jalmat. Hadat üzenünk. Elfoglaljuk a déli ország részüket. Felemeljük ehhez a hadsereget. Kezdjük a fővárosok elfoglalásával. És én vezetem a hadsereget. Gyorsítsunk, próbáljunk meg odaérni még ma. Ütközzünk meg velük. Ha ne ütközzünk meg velük, akkor foglaljuk el Jalmatot. Jalmat várost. Közben ők is megindultak Ufa ellen, reméljük, hogy mi gyorsabbak leszünk Jalmatnál, gyorsan visszaérünk, felszabadítjuk Ufát, és utána elfoglaljuk. Közben van egy új marshal perkünk, amit kioldottunk. Elfoglaljuk Burgurslávot. Na nézd, mit tudunk. Az kell nekünk most. Az ostromon most erősíthetünk, az most pont jól jön. Úgyis mindet ki kell unlockolni, de most ez tényleg jól jön. Továbbra is 13% esélyünk van ezt az idiótát lemerényelni. Közben ők is haladnak a ostromával. Betörtük a falakat. Közben tudunk barátkozni a Noidlinkkal, ennek az lenne a lényege, hogy meggyőzhetném róla ezt a Noidit, hogy nem csak így a saját akaratomból teszem, amit teszek, hanem az Istenek akaratából. Összecsaphatnánk így learning alapján. De ugye lehet, hogy rajta vesztenék, mert én annyira nem vagyok művelt, mint ő. Vagy maradhatnénk diplomáciai vonalon, az jobban megéri. Biztos, hogy jobb véleménnyel lesz rólunk, mint hogy ilyen álszent dolgokkal próbálkoznánk. Jó. Közben mindjárt kiosromoljuk Jalmatot, de ők is közel vannak ahhoz, hogy Ufát kiosromolják, és így nem fogok időben visszaérni sajnos. Szereztünk egy tuszt. És ezzel megnyertük a háborút. Biztos a fia ennek a fizikónak. Békét kötünk, miért bevennék Ufát. Hazamegyünk. Valahol növeld a közrendet, Amurteg. Egyetlen ez az Amurteg. No, és most el kell döntenem, hogy melyik halatvalómnak adok valamilyen birtokfélét. Mi?
Mert nem szeret ezért az udvari orvosunkat, ugye potenciálisan ellenünk jó összeesküvő lenne. De 12 alattvalóm van, udvaroncom. Kinek adjuk a birtokot. Előbb nézzük meg, hogy melyik a... ilyen... innen közel 600 ember jön be. Innen 210 csak. Hát Ufát nyilván nem engedjük. Salava egy gyengébb birtokunk, szóval Salavát fogjuk adni valakinek. Adjuk egy magyarnak. Találtunk is egyet szerencsére valahol. Nagyszerű. Hát nem annyira tehetséges ember. És nincs felesége. Az nem lesz dinasztia. Hála az égnek, hogy 80 éves és homokos. Nagyszerű, örülök neki, kiváló dinasztiát fogsz alapítani. Előre látom, hogy a Derencséri dinasztia örökké fog élni. Persze az udvaroncai mind bulgárok, nagyszerű. Özrömet átadhatnánk neki, de nem adjuk át neki. Ó, el is tudom csábítani, függetlenül attól, hogy az én karakterem nem homokos. Cool. Nem akarsz megházasodni? Neki nem tudok senkit felkínálni, özlemet esetleg fel tudom kínálni. Na jól van, nem baj, legalább visszaáramlik a birtok idővel. Majd kiosztjuk más. Jó, amúgy nekünk nincs valami jó jelöltünk most már. De a Sztocsova tudna hozni nekünk valami szövetséges. Kell lépnénk itt szövetségre. Velük lépnénk szövetségre. Ezekkel a random mordvinokkal, 1172 katonában. Annyira nem. Nem jó. Vagy nézek én is valami jó genetikai traittel rendelkező jelöltet. Itt van ez az Ilka, ő nagyon szapora. Épp nagy családot hozhatnánk. És nagyon-nagyon jó a Stuart trait-je amúgy. Ő 31 éves, ő meg 21. Cicek, ő 22. Ő se rossz Stuart, amúgy. Jó, lehet, hogy ezt elhalasztjuk megint ezt a házasodásos dolgot. Unok nem adnak nekünk esetleg egy ágyos. Ja, kérni nem lehet, csak ajánlani. Dúlóiak most nincsenek túl jó formában. Mert éppen háborúznak ezzel a Mordvin térséggel. Lehet itt lenne az ideje kifosztanunk őket. Ja, elfogtunk valamit. De kiadtuk, igen, így a béke. Békéért cserébe. Na jól van.
Akkor szerintem ennyi volt a mai rész. Sereget megvárjuk, hogy hazaérjen. Dicsőségünket széles földön ismerik, nagyon helyes. Jó, leszereljük a hadsereget. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A legközelebbi viszontlátásra, amikor is szerintem kifosztjuk Dúlót, mert most katonai fölénybe vagyunk valamelyest. Ja. Aztán amit még megteszünk, az valószínű az lesz, hogy elmegyünk zarándoklatra, abból remek tréteket lehet szerezni. És talán vadászatra is, meg hasonlók. No, köszönöm szépen, viszontlátásra!